Dorog Ferencváros az újonc csapat pont annyi pontot szerzett az első négy körben, mint a vendég zöldmezesek. Szép napsütéses idő, piros-feketében a Bányászváros együttese. Az ötödik percben járunk, amikor elpasszolt labdára csap le a Dorog, és viharzik el a szélvészléptű Újvári Izabella, már csak a kapus vele szemben, és pont eltalálja Németh Júliát. Az első két fordulóban 6 gólig jutott Újvári, de azóta újabbat nem rakott ezekhez. 18. perc, jobboldali ferencvárosi akció, Mosdóci átlép két védő között, fölnéz, begurít, Krüsö eltorja labdát, másodikra nagyot lő, és nagyot is véd a kapus, de a kipattanóra Mosdóci érkezik, vezet a Ferencváros. Két ferencvárosi középen, azaz egy szemvédő meg verve. Itt Bakó hatalmasat véd, Pechér oda csorog Mosdóci elé. Itt már gólt látott a két hátvéd, nem mozdult, Mosdóci viszont szemfülesen odaugrik, bekotorja. 23. perc, Mosdóci megy el megint, őt nem tudják tartani, és be is belsőzi a bal alsóba. Már 2 a ferencvárosi előny, és Mosdóci 6 gólos a szezonban. Egy maroknyi, de nagyon lelkes fővárosi szurkoló érkezett Dorogra. Ketten is figyelnek Mosdócira, nem véletlenül, csak hát ketten sem tudják megoldani a problémát a hazaiak közül. 31. perc, lesz a következő jelenet, amit feltétlen meg kell mutatnunk. A szülinapos Fradi kapus Németh Júlia gyakorlatilag indítja Mosdócit. Megint nem bírnak fel a piros-feketék. Krsó, gyönyörű összjáték, Zágor Bernadett, ez védhetetlen. Már 3 a Fradinak. Ügyes háromszögezés, Mosdóci, a bosnyák Krisó tökéletesen szolgálja ki a mélységből induló és érkező Zágor Bernadettet, és a lövés sem lehetne jobb. 3-0 volt tehát a szünetben a zöldmezesek javára. Úgy készültünk, hogy nehéz meccs lesz, mivel a Dorog eddig 4 meccséből 3-at megnyert, hazai pályán valószínűleg erősebbek, úgyhogy mindenképpen győzni jöttünk, de tudtuk, hogy nehéz lesz. Aztán az elején sikerült 3 gólt rúgnunk, aztán utána szerintem már a kezünkben volt a meccs. Frissítő masszázs a második fél időre, ráfér a Dorogra. Örömre nincs sok ok, de még lehet. Vagy mégsem, ez egy elég furcsa jelenet, amelynek egy bomba gól a vége. 4-0 a 63. percben a litván Inna Zlidis bombázta be, Krisó szöglete után. Jön Bakó Dóra, nem éri el, mert ott áll előtte egy ferencvárosi, a lesorgót pedig kikotorják a védők, de pont a gólszerző Zlidis elé. Hatalmas kavarodás, felfordulás, ami vendéggóllal zárul. Most már egyértelműen eldőlni látszik a mérkőzés, de a dorogiak, becsületükre legyen mondva, nem adják föl. A 71. percben egy távoli, gyönyörű emelés, nem védhette Németh, szépít a Dorog. 1-4. Nagy Ágnes a gólszerző. Fölnéz, és látja, hogy érdemes közel 30-ról kapura ívelni. Igazán mutatós tanálat, meg is mutatjuk jó sokszor önöknek. Szöglet a túloldalon, 74. perc, 3-mal a hazai szépítő gól után. Megirigyelte Nagy Ágnestől azt az ejtős, ívelős, átemelős gólt, Szabó Viktória, és ő is meg tudja csinálni. 1-5. Talán még távolabbról, mint a túloldalon Nagy. Íveli kapura. Bakó lép egyet-kettőt, de már késő, nem ér oda. Sok gól, egyik szebb, mint a másik. Labdavesztés a Dorog részéről, és itt az újabb zöldmezes gól, a 79. percben Zágor Bernadett. Egy Boskán Mosdóci Zágor háromszögezés végén,
tisztára játszották magukat a zöldmezesek, nevezetesen Zágor. Ötödik perc. Újvár Izabella szerez labdát, és hagyfaképnél mindenkit. Kísértetésen hasonló a szitu, mint a meccs legelején, azt kihagyta, most nem teszi. 2-6. Két góltal a meccs után ismét gólt szerez Újvári, ez neki már a hetedik ebben az idényben. De ez csak apró öröm, aféle szépségtapasz, hiszen az újonc csapat ismét vereséget szenvedett. Dorog Fradi 2-6. Mindenkinek vannak rossz napjai, de nagyon oda tettem ma magam. Nagyon jó labdákat kaptam, viszont a helyzet kihasználásom az, hát azon nagyon javítanom kell, nagyon sokat kell még javítanom rajta, viszont a labdák, amiket kaptam, azok nagyon jók voltak. Ha nem élvezi a játékos a mérkőzést, és nem akar futballozni, akkor megette a fene az egészet. Én azt mondom, hogy játszanak, inkább kapjunk ki így, mint sem, hogy kikapunk 2-0 vagy 3-0 végig bekkelve a meccset. Ezek a lányok tudják, hogy igazából mi a cél, tehát nagyon, nagyon föl vannak készítve arra, hogy mi a cél, ők minden mérkőzésre készülnek. Nagyon szeretnének bajnoki döntőt játszani a vezetőedző Dörnyei Balázsral, ugye én csak helyettesítem most, és ők tudják hétről hétre, hogy miért készülnek igazából.